Köszöntjük kedves nézőinket, mai műsorunkban arról fogunk beszélgetni, hogyan válhat valaki nevelőszülővé, vagy éppen örökbefogadóvá. A témában pedig beszélgető társaink, Haklik Marianna, a Gyófi Szolgáltatási Központnak a fenntartója lesz, és Szatmári Némáti Éva, az Angyal Nevelőszülői Hálózat szakmai vezetője. Köszöntünk titeket a stúdióban. Köszöntünk titeket. Köszönjük a meghívást. Először is szerintem tisztázzuk, hogy mi a különbség a között, hogy valaki nevelőszülő vagy örökbefogadó. Szeretettel köszöntök akkor én is minden televíziónézőt. Igazából ez egy nagyon jó kérdés, hogy ezzel kezdünk, mert általánosságban az emberek fejében ez mindig össze szokott kavarodni, hogy a nevelőszülőség összemosódik az örökbefogadásnak a fogalmával. Az örökbefogadásról azt kell tudni, hogy ez egy végleges állapot, tehát a gyermek teljes körű családtaggá válik az örökbefogadott családban, míg a nevelőszülőség mindig egy átmeneti állapot, tehát itt az a cél, hogy a gyermek vagy visszakerüljön a családjába, vagy hogyha lehetőség nyílik rá, akkor örökbefogadó családhoz kerüljön, tehát a nevelőszülőség az mindig egy átmeneti fázisnak kellene, hogy legyen. Ettől függetlenül a gyermekek elég sok időt töltenek elnevelőszülőknél. Ha egy kicsit megnézzük az adatokat, akkor mit lehet elmondani Magyarországon, vagy akár itt Debrecenben körülbelül hány gyermek van nevelő otthonban? Tisztázni kell, hogy nevelő otthonról beszélünk, vagy befogadó szülőknél elhelyezett gyermekekről. Ez a két dolog nem ugyanaz. 2014 évtől elkötelezett intézkedés történt a gyermekvédelem területén, amelynek értelmében minden 12 év alatti gyermeket, amelyben lehetőség van rá, befogadó szülőknél, nevelő szülőknél kell elhelyezni. Ma közel Magyarországon olyan 23 ezer gyermek él a gyermekvédelmi gondoskodásban, és ennek 85%-a az, aki nevelőszülőknél van elhelyezve, tehát mondhatjuk, hogy igen magas ez a szám. A rendszerünket tekintve pedig szintén örvendetes az, hogy a gyermekvédelmi rendszerek fenntartói közül az egyházi szervezetek, amelyeket mi is képviseljük, az egyházi szervezetek az utóbbi években elég magas létszámot értek el, és egyre több gyermek kerül egyházi fenntartású nevelőszülői hálózatokba. Ma Magyarországon mit lehet elmondani, hogy mekkora a nevelőszülő hiány? Azt kell mondjam, hogy egyre több nevelőszülőre lenne szükség, tehát egyre nagyobb a gyermekvédelmi szakellátásba bekerült gyermekek száma, illetve a kormányzat is azt preferálja, hogy 12 év alatti gyermekek elsősorban nevelőszülőkhöz kerüljenek, tehát családias környezetbe. Azok a gyerekek kerüljenek inkább otthonokba, akik a 12. életévüket betöltötték, vagy olyan zavarokkal küzdenek, amelyek miatt nem helyezhetők ők családi környezetbe bele. Tehát nevelőszülőkből azt mondom, hogy még mindig hiány van. Hogyan kerülnek be a gyerekek egy nevelő otthonban? Általában úgy kerülnek be a gyermekek, nevelőszülőkhöz mondom, vagy akár gyermekotthonokba is, hogy gyámhivatali határozat alapján kerülhetnek be a gyermekek a rendszerbe. Tehát az alapellátás hosszabb ideig gondozza a családot, és azt mondjuk ezt, hogy eredménytelen a gyermekek védelembe vétele, tehát hiába jár ki rendszeresen a családgondozó, hiába próbálják megerősíteni a családot, nem járnak sikerrel, tehát elkerülhetetlenné válik egy idő után, hogy a gyermekek bekerüljenek a rendszerbe. Ez pusztán anyagi okokból nem történhet meg, tehát azért, mert valaki szegény, emiatt nem kerülhetnek be a gyermekek a rendszerbe, tehát mindig összetett problémáról beszélünk. Megjelenhet ezen kívül a bántalmazás, mint a bekerülés egyik oka, amely lehet ugye fizikális, fizikai bántalmazás, szexuális bántalmazás, illetve lelki bántalmazás miatt is bekerülhetnek a gyermekek a rendszerbe, illetve mindig valamilyen súlyos elhanyagolás áll azok okok mögött, illetve vannak olyan esetek, amikor a rendőrség is beszállíthatja a gyermekeket akár egy befogadó otthonba, akár ha azonnali elhelyezésről beszélünk, akkor nevelőszülőkhöz is.
Kiből lesz nevelőszülő? A nevelőszülők egy alkalmassági vizsgálaton esnek át, tehát ez nem úgy működik, hogy én most kitalálom, hogy nevelőszülő szeretnék lenni, és akkor holnaptól már üzhetem is ezt a hivatást. Először is meg kell vizsgálnunk azt, hogy a nevelőszülő személyisége alkalmas arra, hogy ilyen tevékenységet végezzen. Pszichológusi vizsgálaton kell átesniük. Ha a pszichológus azt állapítja meg, hogy a nevelőszülő és a család személyisége alkalmas arra, hogy ő befogadó szülőként tevékenykedjen, akkor az első szűrőn átment a nevelőszülő. Ezután egy orvosi alkalmassági vizsgálaton kell átesniük, ahol ha szintén úgy ítéli meg a kezelőorvos, hogy a nevelőszülő alkalmas arra, hogy gyermekeken segíthessen, akkor elvégezzük a környezettanulmányt, tehát a nevelőszülő lakásának is alkalmasnak kell arra lennie, hogy gyermekeket fogadhasson, illetve egy nagyon fontos szabály, hogy a jelentkezőnek és a vele egy háztartásban élő nagykorú személyeknek büntetlen előélettel kell, hogy rendelkezzenek, tehát a gyermekvédelmi törvény alapján egy speciális erkölcsi bizonyítványra van szükség, tehát ha ezek a tényezők mind összeálltak, akkor végezheti el a nevelőszülői képzést, aminek a végén megkapja a tanúsítványt, hogy ő most már hivatalosan is végezhet ilyen tevékenységet, és utána tudunk neki, vagy tud bármelyik nevelőszülői hálózat működési engedélyt kérni. És amikor ez a működési engedély véglegessé vált, utána fogadhat saját háztartásába gyermekeket. Mi történik akkor, ha ő úgy gondolja, hogy vissza szeretné adni ezt a gyereket? Elő szokott ilyen fordulni? Sajnos elő szokott fordulni. Ilyenkor azt mondjuk, hogy nem sikerült az illesztés úgy, ahogy annak lenni kellett volna, tehát valamilyen oknál fogva a gyermek nem tudott beilleszkedni az adott családba, melyet kiválasztottunk számára, vagy a nevelőszülőnek merültek fel menet közben olyan problémák, hogy mégsem tudja vállalni az adott gyermeket, illetve az utóbbi időben már az is előfordult, hogy nem sikerült a gyermeket megfelelő nevelési-oktatási intézménybe beíratni, és ezért is szükségessé vált a úgynevezett gondozási helyüknek a megváltoztatása. Tehát sajnos vannak ilyen esetek, hogy új gondozási helyet kell keresni a gyermekek számára. Ilyenkor ezt mindig igyekszünk hálózaton belül megoldani, ha találunk a gyermek számára megfelelő nevelőszülőt, mert itt nagyon fontos azt hangsúlyoznom, hogy nem a családnak keresünk gyermeket, hanem a gyermeknek keresünk megfelelő nevelőszülőt, az ő szükségleteinek megfelelő nevelőszülőt. Hogyan viselik a gyerekek ezt, hogyha mondjuk visszaviszik őket? Hát nagyon nehezen. Tehát először ugye már akkor átesnek egy traumán, amikor a vérszerinti családjukból kiszakítják őket. Tehát ez egy hosszadalmas folyamat, mire egyáltalán a gyermek az új családba be tud illeszkedni, tehát nagyon sokszor pszichológusi megsegítés szükséges ezeknek a gyerekeknek, hogy a korábban átélt traumákat egyáltalán fel tudják dolgozni, és nyilván, hogyha beilleszkedtek egy adott közegbe, és onnan ismét ki kell szakítani őket, akkor ez egy hatalmas trauma a gyermekek számára, tehát nagyon nehezen élik meg. Milyen életkorban fordulnak elő leggyakrabban esetleg a nevelő otthonokban a gyerekek? Vagy teljesen változó? Változó az életkor. Leginkább 12 év alatti gyermekekről beszélünk. Elég sok sajnos a csecsemőkorú nevelőszülőkhöz kerül gyermek, de vannak már olyan utógondozott felnőttjeink is, akár a mi nevelőszülői hálózatunkba is, akik már 18 évet betöltöttek, és még jelenleg tanulnak. Ilyenkor még lehetőség van arra, hogy ebben a gondoskodásban maradjanak, míg a saját lábukra nem állnak. Ez az utógondozás egyébként, ez hogy működik? Tehát betölti a 18. életévét az adott gyermek a nevelő otthonban, és mondjuk még nem került nevelőszülőhöz, akkor hogyan tovább? Itt megint fontos különbséget tenni, hogy nevelőszülői hálózatban van elhelyezve a gyermek, vagy egy gyermek otthonban van elhelyezve. Tehát mielőtt látjuk azt, hogy a gyermek betölteni a 18. életévét, azelőtt kezdeményezni kell részére az utógondozói ellátásnak az elrendelését. Tehát szintén a gyámhivatal fogja azt megállapítani, hogy jogosult-e lesz-e a fiatal felnőtt erre az ellátásra, vagy sem. Tehát
szintén, ahogy kolléganőm is említette, hogy ha a gyermek még tanul, vagy önellátását önállóan ellátni még nem képes, vagy esetleg felvételét várja valamilyen szociális intézménybe, akkor kerülhet erre sor. Mi alapján kerestek a gyereknek nevelőszülőt? Itt ez egy nagyon összetett kérdés, és ez is szintén nem úgy zajlik, hogy akkor most látjuk, hogy érkezne a gyermek a rendszerbe, és akkor azonnal meg fogom tudni mondani, hogy melyik nevelőszülőhöz kerüljön. Egyrészt van egy főszabály, hogy a nevelőszülő és a nevelt gyermek között maximum 50 év korkülönbség lehet. Tehát ha mondjuk egy csecsemőről beszélünk, akkor mondjuk egy 52 éves nevelőszülőhöz már nem igazán helyezhető ki a gyermek. Tehát figyelembe kell venni a korkülönbséget, figyelembe kell vennünk a gyermek szükségletét, tehát ha részére valamilyen speciális iskola lenne szükséges, vagy speciális ellátás, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy melyek azok a települések, ahol ilyen jellegű ellátást tudunk biztosítani a gyermek számára. Illetve, hogyha testvérei vannak már a rendszerbe, akkor a legoptimálisabb megoldás az lenne, hogy a testvérekhez kerül a gyermek, hogyha erre nincs lehetőség, akkor legalább egy településen belül legyenek elhelyezve, hogy a kapcsolattartás minél zökkenőmentesebben tudjon megtörténni közöttük. Egy gyermekotthonban vagy nevelőszülői hálózatban felnővő gyermeknek milyen esélyei vannak később, akár a karrier tekintve, akár a tanulmányokat tekintve? Ha nevelőszülőknél nevelkedik egy gyermek, nagyobb esélye van úgymond a normális életvitelre, hogyha felnő, mert nyilván itt látja meg azokat a családi mintákat, amelyekből később ő táplálkozhat. Tehát pontosan ez a nevelőszülőség lényege, hogy felkészítsük ezeket a gyermekeket egy olyan későbbi periódusra, amiben ők meg tudják állni a helyüket. Tehát én úgy gondolom, hogy jó eséllyel indulhatnak ezek a gyermekek is a nagybetűs életbe. Van-e arra valamilyen kimutatás, hogy a nevelőszülőknek a száma esetleg nő vagy csökken? A legutóbbi, illetve az utóbbi évek kormányzati intézkedéseinek köszönhetően nő a nevelőszülők száma. Fontos ez azért is, mert sok nevelőszülő a 60 év feletti, és ugye az előbb említett 50 éves korhatár tartása miatt szükséges fiatalítani úgymond a nevelőszülői társadalmat. Mi is igyekszünk toborozni folyamatosan, illetve más nevelőszülői hálózatok működtetők is ugyanezt teszik. Nyilván azért ez nem egy szokványos foglalkoztatási forma vagy hivatás, tehát egy családot fenntartani, a gyerekekről folyamatosan gondoskodni, azért ez egy nagy tehertétel mindenki számára, aki úgy gondolja, hogy vállalja ezt a nagyon szép munkát. Úgyhogy folyamatos a toborzás, folyamatosan várjuk a jelentkezőket, és hogyha megfelelnek az adott jogszabályi feltételeknek, akkor megkezdhetik a munkájukat. Kiből lesz gyakrabban nevelőszülő, akinek van már saját gyermeke, vagy akinek nem lehet, vagy esetleg más tényezők miatt? Mindenkinek más a motivációja. Tehát vannak bizonyos települések, ahol nagyobb arányban van a munkanélküliek aránya. Tehát ezekről a településekről, azon kívül, hogy ez egy nagyon szép és nagyon nehéz hivatás, gyakorlatilag a munkaviszony miatt is lesznek nevelőszülők, de itt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy mi mindannyian, akik dolgozunk, szintén fizetésért dolgozunk, tehát nagyon sokszor rá szokták húzni a nevelőszülőkre ezt a sztereotípiát, hogy csak azért, mert ő végzi ezt a hivatást, ez csak pénzért, tehát ezt nagyon fontos leszögezni, hogy ez csak pénzért végezni ezt a hivatást nem lehet. Tehát egyrészt ugye azért, hogy legyen egy speciális foglalkoztatási jogviszonyuk. Vannak olyan családok, akiknek már a saját vérszerinti gyermekeik felnőttek, ott maradt a lakás úgymond üresen, és ezt szeretnék újra benépesíteni gyermekekkel. Illetve találkoztunk olyan motivációval is, ahol egy vagy kettő vérszerinti gyermek már van a családba, de mondjuk valamilyen oknál fogva már nem vállalhatnak több gyermeket, de nagyobb családot szeretnének, akkor ők is nagyon szívesen fogadnak be nevelt gyermekeket az otthonukba.
illetve szoktak olyan jelentkezők lenni, akik úgy gondolják, hogy ha nincsen saját vérszerinti gyermekük, akkor nem biztos, hogy kivárnák az örökbefogadás hosszas listáját, tehát ugye az általában éveket vesz igénybe, hanem megpróbálnának hamarabb gyermekhez jutni, hogyha nevelőszülők lennének. Na, ezt igyekszünk kiszűrni, mert, mint ahogy a legelején is említettem, ugye a nevelőszülőségnek nem az a lényege, hogy örökbe fogadjuk a gyermekeket, hanem egy átmeneti állapot, tehát ezt az úgynevezett bújtatott örökbefogadást, ezt próbáljuk kiküszöbölni. Tehát akiknek ez a fő motivációjuk, ott mindig elmondjuk, hogy akkor inkább az örökbefogadás vonalon induljanak el. Mitől függ, hogy egy gyereket nevelőszülőkhöz adnak, vagy örökbe lehet fogadni? Az örökbefogadást tényét azt a gyámhivatal állapítja meg. Tehát, hogyha van reális esély arra, hogy a gyermek örökbefogadhat, tehát örökbefogadják, akkor a gyámhivatal egy hosszasabb eljárás keretén belül örökbefogadhatóvá nyilvánítja a gyermeket. Tehát, hogyha a szülő bizonyos ideig nem tart rendszeres kapcsolatot a gyermekkel, vagy 2 hónapnál hosszabb ideig sem tart kapcsolatot a gyermekével, akkor megindítható ez a folyamat. Míg ugye a nevelésbe, tehát ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek, vagy nevelésbe vétel esetén még kap esélyt a család arra, hogy ezeket a családi kapcsolatokat ápolja, tehát nem veszik el egyből úgymond a gyermeket a családtól, hogy oda többet már nem kerülhet vissza. Tehát minden ilyen jellegű családnak megpróbálják megadni azt az esélyt, hogy a saját életkörülményeit, élethelyzetét tudja úgy rendezni, hogy visszafogadhassa a családjába a gyermeket, tehát újra ő nevelhesse. De vannak olyan helyzetek, amikor a szülő már a várandóság idején tudja azt, hogy nem fog tudni gondoskodni a megszületendő gyermekéről, tehát ilyen esetekben ő is kezdeményezheti azt, hogy a megszületendő gyermeke majd örökbefogadással kerüljön örökbefogadó szülőkhöz, tehát ilyen esetekben szokott az előfordulni, hogy az örökbefogadó szülők akár újszülött csecsemőt is tudnak magukhoz venni. Beszéljünk egy kicsit magáról a hivatásról, mert hogy azért ennek egy elég erős érzelmi teher is úgymond rárakódik azokra, akik akár gyermekotthonokban dolgoznak, vagy nevelőszülői hálózatban, vagy azok, akik magukhoz vesznek ilyen gyermekotthonban élő gyermekeket. Milyen szép és nehéz oldalai vannak ennek? Azt szoktuk mondani, hogy a nevelőszülőség szerintem az egyik legszebb hivatás, de pontosan ezért az egyik legnehezebb hivatás is, mert azt tudni kell, hogyha egy gyermek bekerül egy nevelőszülői családba, vagy akár egy gyermekotthonba, ez egy 24 órás szolgálat. Tehát nem úgy néz ki, hogy én ledolgozom a 8 óra hosszámat, hazamegyek a saját családomhoz is, elfelejtem azt, hogy mi történt a 8 óra hosszában a munkahelyemen. Tehát gyakorlatilag onnastól kezdve, mikor a gyermek bekerül az adott családba, míg ott tartózkodik, addig ez egy folyamatos hivatás a nevelőszülő részéről. És azt tudni kell, hogy a nevelőszülőket általában árgus szemekkel figyelik minden irányból, tehát nem elég az, hogy ő tényleg jól végzi a munkáját, hanem kifele is folyamatosan ügyelni kell arra, hogy biztos, hogy minden rendben legyen az adott családban. Tehát nagyon-nagyon nehéz, és ugye, mint ahogy mondtam, hogy a gyerekek többsége terhelten érkezik az adott családba, tehát küzdeni kell a nevelőszülőnek azzal is, hogy egyáltalán az adott gyermekkel el tudja magát fogadtatni, el tudja fogadtatni a családban élő saját vérszerinti kapcsolatait is a nevelt gyermekekkel, illetve küzdeni kell a gyermek problémáival is, tehát általában pszichológushoz kell hordani a gyermekeket, vagy egyéb olyan speciális kezelésekre, ami a gyermek érdekét szolgálja. Tehát nagyon szép, de nagyon nehéz hivatás. És nagyon nehéz az elengedés. Tehát, hogyha esetleg örökbefogadásra kerül a sor, vagy a gyermek hazagondozódik, akkor nagyon-nagyon nehéz a nevelőszülőnek elengedni az adott gyermeket. Van-e valamilyen limit, hogy hány gyerek kerülhet egy családhoz? Igen, van, hogyha nincs otthon saját vérszerinti gyermek már, akkor maximum 5 gyermeket fogadhat egy nevelőszülő, ha pedig van otthon saját vérszerinti gyermek, akkor a saját gyermekekkel együtt összesen 6 gyermekről gondoskodhat. Én úgy tapasztaltam eddig, hogy elég sok előítélettel kell szembenézni azoknak a gyerekeknek,
akik gyermekotthonokban élnek, vagy akár már nevelőszülőhöz kerültek, akár óvodában vagy iskolában, kevésbé befogadóak velük szembe, holott pont ők lennének azok, akik a legnagyobb támogatásra szorulnak. Hogyan lehetne a társadalmat érzékenyíteni egy kicsit e felé, hogy ne így gondoljanak rájuk? Most ugye egy ideje már a minisztérium által vannak ezek a befogadó szülőkampányok, tehát elindult egyfajta társadalmi érzékenyítés már ebben a témában, de még mindig rendszeresen találkozunk ezekkel az előítéletekkel, tehát vannak sajnos olyan települések, ahol a település vezetői zárkóznak el teljesen attól, hogy arra a településre nevelt gyermekek érkezzenek. Sajnos vannak olyan iskolák, olyan óvodák, akik szintén teljesen elzárkóznak attól, hogy nevelt gyermekeket neveljenek, oktassanak. Tehát ez is egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és én úgy gondolom, hogy ez a jövő kihívása is lehet, hogy valamilyen formában érzékenyíteni mind a társadalmat, mind pedig a nevelési oktatási intézményeket azzal kapcsolatban, hogy sajnos egyre több a nevelőszülőkhöz vagy a családjából kiemelt gyermekek száma, akit ha tetszik, ha nem, valamilyen formában el kell látnunk, akár nevelőszülőknek, akár gyermekotthonoknak, tehát hogy fognak találkozni ilyen jellegű problémákkal, és valahogy próbáljanak meg érzékenyebben állni ehhez a témához. Mondja csak. Egy kicsit beszéljünk az örökbefogadásról is, hogy annak hogyan zajlik a menete. Először is az örökbe, tehát azok a szülők, akik örökbe szeretnének fogadni, szintén alkalmassági vizsgálaton kell átesniük, pszichológiai alkalmassági vizsgálaton, orvosi alkalmassági vizsgálaton, illetve nekik is megfelelő lakáskörülményekkel kell rendelkezni, illetve megfelelő jövedelemmel kell rendelkezni ahhoz, hogy egyáltalán örökbefogadó szülővé válhassanak. Régebben volt egy kötelező tanfolyam, amit el kellett végeznie az örökbefogadó szülőknek. Ezt a tanfolyamot most már csak ajánlatos elvégezni, tehát nem kötelező, és akkor lesz róluk egy gyámhivatali határozatuk, hogy ők most már készen állnak arra, hogy örökbefogadó szülők lehessenek. Tehát gyakorlatilag onnastól kezdve, hogy a szülőpárnak is van erről gyámhivatali határozata, onnastól kezdve, ha lehetőség nyílik rá, akkor örökbe fogadhatnak gyermekeket. Szintén egy új kormányzati irány, hogy eddig egyedülálló szülők is fogadhattak örökbe gyermekeket, viszont most már előtérbe kell helyezni a házaspárokat, és az egyedülálló szülő minisztériumi engedéllyel fogadhat örökbe gyermekeket, és csak azokat a gyermekeket, akiket valamilyen oknál fogva házaspárok nem fogadtak örökbe. Ez ugyanúgy megvan a nevelőszülőségnél is? Vagy a nevelőszülő lehet olyan, aki egyedül van? A nevelőszülő lehet olyan, aki egyedül van. Illetve a másik oldala, hogy az örökbefogadásra visszakanyarodjak még egy picit, hogy a gyermeket is a gyámhivatal örökbefogadhatóvá kell, hogy nyilvánítson, és akkor ő is rákerül egy listára, és így próbálnak meg szintén a gyermek szükségleteinek megfelelő örökbefogadó szülőt keresni számára, viszont itt már az örökbefogadni szándékozó szülők kéréseit figyelembe veszik, tehát pontosan ezért van az, hogy nagyon sok ilyen pár éveket vár adott gyermekre, mert ugye itt általában kritérium szokott az lenni, hogy milyen származású legyen a gyermek, itt akár egy hajszint, egy bőrszint, bármit meghatározhat az örökbefogadni szándékozó szülő, tehát ezért is van az, hogy hosszú éveket várnak adott gyermekre. Milyen gyakran fordul elő az, hogy mondjuk a gyerek nem fogadja el az őt örökbefogadni, vagy nevelőszülőként hozzá igazodó családot? Az örökbefogadás kapcsán nem tudok erre a kérdésre pontos választ adni, tehát itt azért van úgynevezett utánkövetés is, ahol a szakemberek feladata az, hogy a gyermek beilleszkedjen az adott családba. A nevelőszülők kapcsán tudok ilyen példákat mondani. Elő szokott fordulni az, hogy a gyermek nem tud beilleszkedni az adott családba, bármennyire is próbálunk mindent megtenni azért, hogy ő az adott családba beilleszkedjen, tehát vannak olyan esetek, ahol sajnos nem tud beilleszkedni a gyerek az adott családba, és itt előfordulhat az, hogy új gondozási helyet kell keresni a számára. De itt sem adjuk fel egyből, tehát próbálunk szintén olyan segítséget adni a gyermek számára,
hogy oldjuk a benne lévő feszültséget, problémákat, de vannak ilyen esetek sajnos, hogy nem tudja elfogadni az új családot. Említettétek, hogy több okból is bekerülhet egy gyermek, akár egy nevelőszülői hálózatba, akár egy gyerek otthonba. Milyen okok fordulnak elő a leggyakrabban? Hát a leggyakrabban az az elhanyagolás, tehát a súlyos elhanyagolás fordul elő, illetve sajnos egyre gyakoribb a bántalmazás, mint a bekerülés oka. Tehát amikor hozzánk kerül egy gyermek, akkor egy gyámhivatali határozattal kerül a rendszerbe a gyermek, és ott mindig le van írva az az előzmény, ami miatt a gyermeket kiemelték a családjából, és sajnos egyre többet olvasunk ilyet, hogy a bántalmazás az egyik oka a kiemelésnek. Miért érdemes nevelőszülőnek lenni? Hát ha egy szóval szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám azért, hogy segítsünk másokon. Tehát én azt gondolom, hogy a nevelőszülői hivatásnak pont ez a lényege, hogy egy olyan pluszt, egy olyan szeretetet tudunk adni a ránk bízott gyermekeknek, amellyel elindulhatnak az életbe, és kapnak egy olyan biztos alapot, hogy megállják a helyüket ott. A nevelőszülői hálózatnak milyen egyéb törekvései vannak még a közeljövőben, amivel mondjuk bővül a hálózat, vagy amivel még továbbiakban is tudtok segíteni? A mi nevelőszülői hálózatunk az Angyal nevelőszülői hálózat, még elég fiatal szervezetnek mondható, közel másfél éve működik. Nagyon szép létszámmal működünk most már. Nyilván ugye a képzések folyamatossága mind az új nevelőszülők számára, mind a már rendszerben lévő nevelőszülő számára nagyon fontos és előtérbe helyezendő számunkra, illetve hát ezen túlmenően igyekszünk a saját szakembereinket is képezni a lehetőségekhez mérten, illetve minden olyan szakmai megújuláson részt veszünk, ami előrébb viszi a mi elmélyültségünket ebben a tevékenységben. Egyelőre nagyobb terveink nincsenek, ez majd a jövő eldönti, hogy kell-e még más irányba is bővülni a szervezetnek, vagy marad a hálózat működtetésénél. Hogyan látjátok, és ezt most mindkettőtöktől kérdezem, a közeljövőben hogyan fog alakulni a száma a nevelőszülőknek, vagy akár az örökbefogadóknak? Mindenféleképpen nőni fog. Tehát a rendszerbe bekerült gyermekek száma az növekszik, és ugye, ahogy az elején említettük, a kormányzati preferálás az, hogy 12 év alatti gyermekeket nevelőszülőkhöz helyezzünk el, tehát biztos, hogy növekedni fog ez a szám. De azért én bízom benne, hogy minőségi téren is látunk majd javulást, illetve a speciális szükségletű gyermekek számára is bővül majd a lehetőség, mert ebben még vannak elmaradások. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok, és reméljük, hogy sok mindenkihez el fog jutni ez a beszélgetés. Köszönjük szépen a meghívást! Nézőinek pedig köszönjük a figyelmet. Ne feledjék, műsoraink visszanézhetők az Alföld Televízió YouTube csatornáján, érdemes feliratkozni, illetve megtalálnak bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Viszontlátásra! Viszontlátásra! A műsorvezetőket a fekete-fehér női ruházati bolt öltöztette.